Hello, sziasztok! Most egy nagyon személyes hangvétel videóval készülök, ugyanis arról lesz most szó, hogy mi az a hét parfüm, amit én személy szerint a legtöbbet hordok, illetve a legjobban szeretek most jelenleg innen a parfümériából. Ott merült fel ez a történet, hogy többen kérdezitek itt az üzletben, hogy mi az, ami nekem a legjobban tetszik, mi az, amire a legtöbb bókot kapom, és arra gondoltam, hogy összegyűjtöm őket így egy kis csokorba, most ezt a hét parfümöt is egyébként mintában ki lehet próbálni, és ennek a felfedező szettnek az áránk egy részét, ugyancsak beleszámítjuk a teljes üvegbe, hogyha valamelyik parfüm téged is annyira megnyert, mint ahogy engem is. Nem feltétlenül csak 2022-es megjelenésű parfümökről van is szó, ugyanis engem különösebben nem érdekel, hogy mikor jelent meg egy parfüm, hogyha én szeretem, és szeretem hordani, akkor én azt szeretem sokáig hordani. De nyilván én sem csak egyféle parfümöt használok, így ezért most ez a hetes egy jó kis iránymutató. És akkor el is kezdem bemutatni nektek. Van egyébként egy újdonság benne, meg ami számomra is egy újdonság. És az első parfüm, amit bemutatnék így ezzel, az a Voyage imaginaire az Azahar. Ez egy olyan parfüm, ami engem meglepett, hogy mennyire tetszik. Arról van ugyanis szó, hogy azért ez egy ilyen a kicsit virágosabb, édesebb parfüm. A virág az a narancsvirág itt, tehát nem egy ilyen klasszikus, egyáltalán nem egy nőjes illat. Nem mondanám különösebben férfiasnak sem egyébként, de őrülten kellemes, és a narancsvirágot rátették egy ilyen gyönyörű vanília ágyra. Én bevallom őszintén nektek ezt a parfümöt, és remélem nem fogtok hülyének nézni, én ezt a parfümöt nagyon sokszor este fújom magamra. Nagyon jól esik uh, úgy elaludni akár, hogy ezt az illatot érzem, uh, mintha szebb álmokat is varázsolna egyébként. Ez lehet, hogy hülyeség, lehet, hogy csak belegondolom, de nagyon-nagyon szépeket alszok és álmodok így a Voyage Imagineer az a illata után. 100%-ban természetes parfüm, tehát lehet, hogy ez is segít benne egyébként, hogy így... Um, van egy ilyen kicsit ilyen terapeutikus része. Őrültem finom, nagyon jó hordani, nem mondanám télies illatnak egyébként, inkább éjszakai illatnak. Szóval ő Voyage az az Azahar. A második illat, amit bemutatnék nektek, az megint csak egy meglepetés, és ismét egy édes illatról van szó. Ez a Milano Fragrancétól a Giorno. Na ez az az illat, ami engem is meglepett, ugyanis első benyomásra egy ilyen abszolút édesebb illatot kapsz. Viszont a titka a gyurnónak az az, hogy ez egy nagyon klasszikus férfias kolon. Gyakorlatilag egy teljesen klasszikus, gyönyörű férfias illat, viszont itt jön a trükk, becsomagolták egy csodálatos amaretto akkordban. Ettől kap egy ilyen nagyon finom édes mandulás jelleget, innen jön az édesség, de az édesség alatt mindig ott van ez, ez a, ez a fantasztikusan jó férfias illat. Szóval egyszerre édes is, ami nagyon-nagyon jól tud esni, főleg így hidegben, azért örülten jól tud esni egy ilyen melegebb illat, de közben nagyon-nagyon férfias. Egyébként azt vettük itt észre, hogy a nőkön pedig nagyon nőies. Tehát a, egy eszméletlen újdonság, tényleg egy innováció, hogy egy ilyen férfias kolón alapot hogyan lehet teljesen uniszexé varázsolni. Én nagyon sokat hordom ezt a parfümöt, nagyon-nagyon sok szeretettel ajánlom. Akkor a következő illat egy már úgy mondanám, hogy régi barátom, ugyanis egy olyan jó két és fél éve már hordom, Fusuni-tól a Little Na, ez egy nagy fiús illat. Tehát ez egy karakán, férfias, erős, masszív illat. A nyitásában egy ilyen jó, erős dupla kávé espress jelenik meg, amit amúgy is imádok, de egy parfümben is őrülten jó és egy ultra-maszkulin, rózsás alaponán. Tehát Meofusuni megfordította az illatpiramist, igazi művész ez a srác egyébként, és a Little Songból egy ilyen nagyon erőteljes, maszkulin, erőt sugárzó illatot csinált. Ezt a parfümöt nagyon nehéz leírni, tehát nagyon nehéz elképzelni úgy, hogy ne szagold meg. Tehát ezt abszolút nagyon-nagyon érdemes megszagolni, mert ehhez hasonló illat igazából nincsen a piacon. Tehát ő lenne Melfusunitól a Little Song. Egyébként hozzáteszem, hogy nagyon tetszik a neve is a, a az, hogy ez egy így aktív illat, tehát pulzál rajtad, ha viseled, és olyan, mint egy kis dal, mint egy kis dallam, ami a fejedben így egész nap szól. Tehát, hogyha ezt viseled, érzed egész nap. Ez egy extrátum lüktet rajtad, folyamatosan ott van, és így árasztja igazából az emberből ezt az ilyen magabiztos férfiasságot. Tehát ő lett volna Meofus a Little Song. Akkor jöhet a következő parfüm, ami egy hatalmas, és szerintem lehet, hogy örök kedvenc lesz, ez a Rossától az Atanor. Ez a parfüm tavaly jelent meg, tavaly ősszel körülbelül, és azóta valami leírhatatlan varázs erővel van rám. Meg kell, hogy mondjam, hogy őrülten jól áll. Szóval ez az a parfüm, amire egy tök magabiztosan mondhatom hogy az, hogy egyszerűen őrülten jól áll. Egy fűszeres ámbráról van a múlt szó, amit megvadítottak egy kicsit ilyen kénes jegyekkel. Az akimia ihlette magát a parfümöt, tehát ezért is jön be ez a kén rész. Am, ugye az minden mindenféléből aranyat akartak készíteni, ezért, ha megnéztük az üveget, itt van is benne egy pici aranyrög. Tehát benne van a megoldás a parfümben. És ez egy olyan illat, amit hogyha felfújok, Egyszerűen uh, őrülten elegánsnak érzem magamat tőle. Nem mondanám egyébként, hogy ez kifejezetten csak egy maszkulin illat. Szerintem ez egy teljesen unisex illat, de nagyon nagy magabiztosságot, nyugalmat sugároz ki, és uh, nagyon um, szexi, tehát nagyon-nagyon jól áll. Azt kell, hogy mondjam. Um, ő egy drágább darab itt nálunk, viszont 35%-os a parfüm koncentráció. Tehát, hogyha ezt felfújom reggel, akkor ott van egész nap rajtam gyönyörűen, este letusol, ott van rajtam gyönyörűen, lefekszek aludni, reggel felkelek, még mindig ott van, tehát ezt nem hiszed el, hogy ez mennyire tartós. Ez egész egyszerűen fantasztikus. Um, és hogyha ha itt vagyunk már a drágább parfümöknél, akkor bátorkodok ajánlani számotokra egyébként nálunk egy ilyen top kategóriás parfümöt, mert most itt arról van szó, hogy én mit hordok sokat, és én ezt bizony sokat hordom, ez a Strange Love New York City-től, a Dead of Night. Ne ijesszen el az ára, ez valami egészen döbbenetesen jó. Egy nagyon finom, természetes út van benne, de nem ez a nem ez a nagyon állatias, hanem a nagyon elegáns. És ez van fent egy szantálfa alapon. Tehát puha, találkozik egy puha alappal, és az egész valami olyan szinten elegáns. És azt nem különben, hogy ez a parfüm hozza azt a hatást, mint hogyha kb. ilyen 1 millió dollár lenne a zsebemben bármikor. Szóval ha az ember ezt felfújja, ennek ez, ez ad egyfajta olyan érzés, hogy igen, nekem jól megy, igen, ez, ez baromi jó. Tehát egy nagyon-nagyon elegáns, de közben, tehát hogy, tehát hogy megadja ezt az életérzést, de közben nem hivalkodó, nem egy, most hogy mondjam, nem egy ilyen um, ugorj rám illat, és nem is hivalkod, tehát nem, nem hivalkodó, na ez a lényege, hanem ultra, ultra elegáns, ez egy szép öltönnyel, Egyébként meg lehetne játszani ezt, hogy ezt az ember felfújja és egy mackót, kíváncsi vagyok, hogy az milyen hatása lenne, de a Dead of Night, a Strange Love-tól az egyik legelegánsabb férfias parfüm, ami csak létezik szerintem. Hát, ő lett volna ez, és akkor meg is érkeztünk a hetedik illathoz, amiről egy picit, várjunk csak, nem hatodik, hatodikhoz nem tudok számolni. A hatodik illathoz van egy kis sztorim, és ez a Rogue perfumery a Mousse Illuminé, és a sztorim az az vele, hogy ugye nagyon sokszor halljuk, és mi is mondjuk, hogy micsoda emlékeket tudnak az illatok feléleszteni, tehát hogyha megszagolsz egy illatot, eszedbe jut valami, felrémlik valami, és nekem nem annyira sokszor jut eszembe régi emlék, tehát nem, nem jutnak eszembe nagyon ezek a nagyon régi emlékek, Hogyha egy parfajt megszagok, és ez az illat egy kivétel volt. Ez olyan volt, hogy megszagoltam először, és így majdnem, ne nevessedek ki, majdnem egy kicsit megkönnyeztem, de egy boldogan. És nem tudtam igazából sokáig rájönni a titkára, hogy mi is az, amiért ez engem ennyire megérint, miért ennyire személyes ez az illat nekem, miért gondolom azt, hogy ez az illat annyira gyönyörű. Mert ez az illat, ez gyönyörű. Tehát ez nem menő, ez nem mondám, hogy ultra férfias, de ez az illat egyszerűen gyönyörű. És arról van szó, hogy ez a parfüm az ilyen 80-as éveknek a férfi parfümjeit veszi ihletésül. Tehát szerintem lehet, hogy megvan egy ilyen kolón emlékem gyermekkoromból, egy ilyen férfi kolón emlék valószínűleg apukámtól. Viszont, ami a megfejtése ennek az illatnak, hogy szerintem miért van ilyen hatással rám, az az, hogy van benne, tehát emellett, hogy nagyon mohás, tehát törgymohás, fás illat, meg van benne egy gyönyörű gyöngyvirág És én imádom a gyöngyvirágot. Nem hordanék csak úgy simán egy gyöngyvirág parfümöt, hiába szeretem nagyon az illatát, de hogy ebbe a parfümbe belevarázsolták a gyöngyvirágot, az csak nagyon szolidan jelenik meg. Tehát nincs gyöngyvirág illata gyakorlatilag, de ha megszagolod, valahol mégis Tudat alatt átjut, hogy ebben ez van. És ez adja meg a mousse illuminének ezt az egészen csodálatos fényét, ezt, ezt az elkápráztató gyönyörűségét. És megnézem, hogy azóta is nagyon-nagyon szeretem hallani. Egy csipetelék belőle, ez egy nagyon erős parfüm, nem kell belőle sok. Uh, nagyon sok szeretettel ajánlom kipróbálni. Hölgyeknek is egyébként, mert egész más hatással lesz így. Az az ő bőrükön, mint egy férfi bőr, de alapvetően egyébként az alapja ennek az illatnak, az egy férfias kolón. És akkor most érkeztünk meg a hetedik illathoz, amit még egészen biztosan nem ismertek, vagyis nem ismertek sokan. Ez pedig az akamporától az bálló. És ezért is mondtam, hogy engem különösebben nem érdekel, hogy egy parfüm mikor jött ki, ugyanis ez a parfüm, ha minden igaz, 1977-ben jött ki. Tehát idősebb, mint én. Az bálóból, tehát a, a, a az az bálóval, hogy amikor nyáron voltunk Nápolyban, az Acamporánál, akkor Szonya Akampora volt olyan kedves, és kezembe nyomott egy üvegszbálot, hogy figyelj ez ajándék, ezt nagyon sok szeretettel neked adom. Szerintem nagyon jól fog állni. És elkezdtem felfújni, és egy, egy picit idegen volt így első benyomásra. Érezhető volt bent ez a nagyon finom Acampora mask, ugye a pézsma illatuk, de rá volt építve egy nagyon erős, nagyon maszkulin uh, réteg. Ez egy nagyon erős bőrös illat, szóval ez egy igazi erős férfi. És ez az az illat, amikor felfúj, és azt mondja, igen, én egy férfi vagyok. Um, tehát ebben az illatban semmi unisex nincs, ebben az illatban semmi nőjes nincs, ez egy igazi férfi prototípus illat. Nagyon erőteljes és ultra finom. Megvan benne valahol ez az olaszos dzsigoló, így azt ébresztik fel benne, És nagyon jól tette el, Szonya, hogy odaadta nekem ezt a parfümöt, mert az lett belőle, hogy majdnem egész nyáron ezt voltam. És mondtuk neki, hogy figyú, hadd kérjünk belőle ide a boltba, és a vintage kiadásából, ugyanis nekem is a vintage-et adta. Ami azt jelenti, hogy ezt az illatot több mint tíz évig eltették, érlelik, tehát egy sokkal érettebb illata van, mint amit, annak, amit frissen elkészítenek. Tehát az bálót még szerintem nagyon kevesen ismeritek itt nálunk, feltesszük online, fel fog kerülni a napokban, és ezt is ki tudjátok próbálni ezzel a mintaszettel, Hát ez egy nagy különlegesség. Tíz üveg van belőle itt nálunk. Ez valószínűleg hamar el fog fogyni. Megkérjük majd Szonyát, hogy gondoskodjon utánpótlásról, hogyha lesz olyan kedves, meg ha van nekik. És nagyon-nagyon sok szerettel ajánlom. Szóval ez lett volna a hetes. Nem tudom, hogy, hogy mennyire inspirál benneteket az, hogy én mit szeretek hordani. Ha van kedvetek, próbáljátok ki, és nézzétek meg, hogy egyezik-e az ízlésünk így valamiben, nektek mit jelentenek ezek az illatok. Nagyon köszi, hogy hallgatatok, iratkozzatok fel a, a Seven Sense-nek a... Hogy hívják ezt? <laughs> a Seven sense a csatornájára itt a YouTube-on, azért, hogy nem maradjatok le a többi videóról se, és a legközelebbig. Sziasztok!